Nagy port kavart a hétvégén Dézsi Zoltán bejelentése. A Szeúzó filmek rendezője nyílt levelet intézett Jüllik Ádám vállalkozóhoz, melyben felszólította a fehérvári üzletembert, mondjon el mindent, amit a Szeúzó kincsekről tud. A székesfehérvári nagyvállalkozó szerint ez minden alapot nélkülöző állítás. Jüllik Ádám azt mondja, semmi köze nincs a Szeúzó kincsekhez. De menjünk egy kicsit vissza, mi is az a Szeúzó kincs? A Magyarország családi ezüstjének becézett Szeúzó kincset Sümeg József és társai találták meg 1975-76 körül. A 24 éves honvéd halálát 1980-ban öngyilkosságnak akarták beállítani, de a későbbi nyomozások gyilkosságra utaltak. A római korból származó ezüst tárgyak eltűntek, titok, rejtély és gyilkosság övezi a mai napig a kincs sorsát. Rosszka, valamit találtam! Nyitó jelenet a Kőszárhegyi kőbányában. Dézsi Zoltán dokumentumfilmes rendező nem véletlenül választotta ezt a helyszínt a Szeúzó kincs történetét feldolgozó filmjéhez. Ez is lehetett az az alagút, amelyet a bodalki tanunk elmondott annak idején, hogy egy alagútba berobbantottak értékes tárgyakat, és katonák haltak meg ott. Tehát ez egy fányavágott kijárata itt Kőszárhegyen. Milliárdos műgyűjtők és alvilági kapcsolatokkal rendelkező vállalkozók rejtegethetik a Szeúzó kincsek eddig elő nem került darabjait. Így tudja Dézsi Zoltán filmrendező, aki több mint 20 éve eredt a rejtélyek nyomába. Többé-kevésbé hitelesen tudjuk rekonstruálni, hogy hogyan halt meg Sümeg József. Be tudjuk mutatni azt is, hogy az a másik kis katona, akiről itt a környéken mindenki úgy tudja, hogy összefüggésbe hozható a Szeúzó lelettel, annak az igaz története, hogy volt, mint volt. Megtudhatjuk azt is, hogy kihez kerültek innen a Szeúzó kincsek, illetve bizonyítottan 30-40 darabja. Ki az, akit megkértek arra, hogy vigyék ki az országból. Többen is látták a Szeúzó kincset az 1970-es évek második felében Magyarországon. Strasser István és Harmat József nem csak hogy látta a kincs egyes darabjait, de a kezükben is tartották azokat Polgárdiban, a Sümeg házban. Ekkor még élt a kincs megtalálója, Sümeg József. Megsmirblizem, és akkor meglátjuk, hogy mi ez a tárgy. Ennek a nyoma látszik is, meg kell, hogy mondjam. És meg is mirbliztem, hozzáteszem. Durva módszer volt, de akkor azt találtam a legjobbnak. És utána, mivel ugye én könyves vagyok, és könyves kalapács nélkül, a könyves nem könyves, hát vittem a kalapácsot is, mert mindig azzal mozogtunk ott a kertbe, kertvégi népítkezés közben. Hát egyenesítsük ki, egy kicsit görbe már ez a tál. Hát rátettük egy ilyen egyengető vasasztalra, háromszor arra ütöttem meg, és azt is durvának találtam mind a smirglizést, és ott abban maradt az én ténykedésem. Ugye ez volt a Perzó tál. Igen, ami látszik a törésként, hogyha megnézi. Ezeket a több évtizedes emlékeket idézte fel Strasser István, a Szent István Király Múzeum és a Fehérvár Média Centrum korábbi közös rendezvényén, a Szeúzókent előadás sorozaton. A később meggyilkolt Sümeg József egyébként többeknek megmutatta a kincset, azonban azt jelenleg egyetlen egy tanú sem tudja, hogy pontosan hol találta azokat. Az ezüstöket szinte megfeketítő, grafitszerű por miatt sokan tényként közölték, hogy a kőbányából kerülhettek elő. Amikor megmutatta, te Jóska, mondom, ez a bányából való tapintásról. Mert ugye aki jár, dolgozott a bányába, faragta azt a követ, érezte, az megállapítja annak ellenére, hogy nem kell ahhoz muzeológusnak lenni. Meg eszünkbe se voltám a múzeumba elvinni, ezt hozzáteszem, mert nem tartottuk olyan értékesnek. Ezt a jelenetet rekonstruálta Dézsi Zoltán is a kőszárhegyi forgatás során. Most a mi az ott? Kamerába ne néz, és a markológép mellett menj el. A rendező egyébként úgy véli, ez a bánya több szempontból is fontos, tanúk szerint rejthettek el itt más kincseket is. Nem csak a római korban rejtettek el kincseket, volt itt
világháború is, 45-44-45 fordulóján a környező kastélyokból is mentettek el kincseket. Nem kizárt, hogy ez az alagút az egyik ilyen helyszín. És sok egyéb olyan szelete van ennek a történetnek, amely nem pont a Szeúzóhoz kapcsolódik, de akár kapcsolódhat, vagy római kori értékekhez, vagy egyéb értékekhez. Tehát én úgy gondolom, hogy összeáll a filmemből egy olyan történet, amely sok dolgot megmagyaráz. Vannak olyanok is, akik szerint egy régi pince mélyítése közben került elő a páratlan lelet. Pereces Ferenc szerint egy római kori villa padlózata alatt lévő fűtés alagútban voltak a kincsek, a villa kőpadlózatát pedig Sümeg József, a kincsek ma már nem élő megtalálója törte fel. Én adtam a tanácsot, hogy hova menjen ki római településre, hogy keresni, és így találta meg, mert én jóval előtte már megtaláltam egy római települést, találtam ott egy nagy ólomedényt is, hatalmas, és szegény Józsi főbontotta az alagutat, rajt jártam 5 évig, és nem gondoltam, hogy az alatt van. És Józsi így járt, oda járt elég sokszor, 79. október, szeptember vége, október eleje, ekkor lett felbontva. És ott találtam meg az összes edényt. Nem, szerintem se polgárti, sőt a gyilkossághoz én 2 embert kötök, aki a Józsit, mikor felakasztották, utána a nájamát megkeresték, és a feleségem, az volt a szerencse, hogy az anyósom is ott hol volt, mert az a 2 ember lökötte befelé, menjünk be a lakásba, és a római kardokat adjam oda. Pereces Ferenc találta meg, és adta át egyébként a múzeumnak azt az üstöt, amely szintén a római korból, a 4. századból származik. Ezt korábban már megmutatta stábunknak Nádorfi Gabriella. Nagyon jelentős darab, szintén egy egyedülálló, szinte majdnem egy egyedülálló darabnak mondhatjuk birodalmi szinten, Pannoniában biztos. Olom üstöredékek vannak nagyon kevés, de ilyen állapotban nem nagyon van, de még a római birodalom területén sem. A Szeúzókincs kapcsán folyamatosan felmerül a kérdés, lehetnek-e még tárgyak ma Magyarországon. Az bizonyosan tudott, hogy a leletegyüttes jóval több darabból állt, mint amennyi jelenleg az angol lord birtokában van. Ezt erősíti a tanuk által emlegetett 2 üst, valamint az, hogy a természettudományos vizsgálat során egy dologban minden szakértő egyetértett, a tárgyak legalább 2 csoportban voltak elrejtve. A lényeg az, hogy egy honvédséghez köthető vonalon ment végig az egész, katonai titkosszolgálat, illetve honvédség, és az az ember, akinél volt a Retek utcai lakásában 40-valahány darab, ezek a tárgyak, amikről az összes tanú beszél, az az ember több éven keresztül azon dolgozott, hogy kicsempésze valahogy a kincseket. Hát sikerült, az a 14-et bizonyosan sikerült kicsempésznie. A többiről én nekem az a véleményem, hogy még itt van Magyarországon. 1-2 kivétellel. A Szent István Király Múzeum szakemberei bizonyítottnak látják a Szeúzókincs Többfehér megyei kapcsolatát. Tulajdonosuk igen magasrangú személy lehetett, ez a leletegyüttesből is kiderül, ami NASA ajándék volt feltehetőleg. A kincsek másodlagos előkerülési helye a palotától mintegy 3 kilométerre található. Ugye a másodlagos helye ismert, konkrétan az pedig a Borbély pince. A tárgyakat tehát megtalálásuk után helyezték a Borbély pincébe. Éppen oda, ahol annak idején a kvádriposzt is megtalálták. Van Magyarországon egy ezüst riposzt, ami 1878-ban került elő Kőszárhegyen, illetve most már kvádriposztként ismert, hiszen először triposznak tartották, az egy háromlábú, úgymond asztalka, de kiderült, hogy nem tudja megtartani a saját súlyát, hogy annak idején eredetileg 4 lába volt, hiszen már akkor sérülten és hiányosan került elő 1878-ban. Ezt a tárgyat már korábban
ismertük. A Nemzeti Múzeumnakban látható, ma is látható a Nemzeti Múzeum állandó kiállításán, és mindig tudtuk, hogy az egy olyan darab, ami egy ilyen készlethez tartozott, de nem volt hozzá tárgy. Tehát annak valahol lennie kellett, és ugye ezután, amikor feltűnik a Szeúzó kincsnekként ismert leletegyüttes, akkor utána megdöbbentő volt, hogy mind a készletnek a díszítése, mind a triposznak a díszítése bizony összekapcsolható. Ez pedig az oly sokat emlegetett Borbély pince, a Kőszárhegyi kőbánya mellett található. Borbély István, egykori polgármester, 1990-től irányította polgárdit. Az ő szépapja talált rá saját pincéje mellett egy szilvafa kivágásakor 1878-ban a híres quadribusra, arra a négy lábú tartóra, amire a Szeúzó kincsek tálai éppen ráférnek. A pince mellett egy szilvafa kiásása közben találta azt a quadriposztot, amely hosszú éveken keresztül a médiának volt a témája, és a magyar kincseknek is, mint régi római kincseknek is komoly hírnevet szerzett a világban. Ezt a szépapám, amikor megtalálta, akkor a helyi református lelkésszel elvitte a Nemzeti Múzeumba, és ott leadta. Az egykori polgármestertől megtudtuk, hogy elbeszélések szerint, amikor a Sümeg ügyben a nyomozás elindult, akkor egy nyomozókutya a polgárdiban lévő szovjet laktanyák felé indult. Erről többet azonban nem lehetett hallani. Az, hogy a quadripusz és a kincsek összetartoznak, sokak szerint biztosan megállapítható. Azonban ez nem elég, a szakemberek ezért is keresik azt a helyet, ahol Sümeg József megtalálhatta a kincseket. Polgárdi polgármestereként Borbély István sok mindent hallott, ám szerintem még a mai napig félnek az emberek. Az elbeszélésekben Cinege Lajos, egykori honvédelmi miniszter neve többször is felmerült. Felmerült Cinege neve? Igen, konkrétan vetette fel a Cinege neve. Arról, hogy Cinege Lajos is járt a polgárdi házban, többen beszéltek. Strasser István elmesélte, hogy amikor erre az idősebb Sümegnél rákérdezett, azt próbálta letagadni a dolgot, majd azt mondta, vadászat után ugrott be hozzájuk a honvédelmi miniszter. Volt olyan érzésem, és ki is mondtam az apukájának, a Sümeg Jóska apukájának, hogy te, hát ez a Cinege mit keresett itt nálatok? Mit mulatoztatok ti itt? Ó, nem a Cinege volt, mondom, az, hogy hát ilyen, akkor voltam katona, tudom én, hogy kiről van szó. És azt mondja, hát jól látta, csak beugrottak egy-két pohár borra. Ezzel lett elütve ez a dolog. De igen, vadászni voltak Soponyán, és erre jöttek polgárdi fel. Talán sikerül kiugrasztanom a nyulat a bokorból, itt gondolok például azokra a gyűjtőkre, akiknél még nagyon-nagyon sok hiányzó szeúzó kincs lappang. Már a Szeúzó 2 film székesfehérvári ősbemutatóján, de a mozi legvégén is beszélt Dézsi Zoltán egy fehérvári milliárdosról, akinél tudomása szerint fellelhetőek eredeti Szeúzó darabok. Dézsi Zoltán szombaton nyílt levelet intézett Jülik Ádámhoz, melyet szerkesztőségünkhöz is eljuttatott. A médián keresztül beszélgessünk, de hát úgy látszik, hogy így kellett lennie. Az őszinteséget ajánlom mindenkinek, neki is, amit tud, mondja el. Tehát mindenki, aki hozzá tud tenni a Szeúzőhöz, úgyhogy bármit, kicsit, nagyot, vagy akár a jó szándékot, az már segíti az ügy előre haladását. Minden benne van a nyílt levelemben egyébként. Dézsi Zoltán azt is elárulta, múlt héten a Szeúzó üggyel kapcsolatban tanúként is meghallgatták. A dokumentumfilmes szombati, Jülik Ádámot megszólító levelét így fejezi be. Senki nem vádolja bűncselekmény elkövetésével, nem fog csökkenni az ön reputációja sem, ha őszintén beszámol arról, hogy kikkel és milyen körülmények között került kapcsolatba azzal az ezüstlelettel, melyet később Szeúzó kincs néven ismert meg a nagyvilág. Hiszen akkoriban, a 80-as években senki így ön sem ismerte, neve sem volt a páratlan kollekciónak, amelynek csak egy részét ismeri a világ. Segítsen, hogy teljesebb legyen a kép. A vagyon felelősséggel is jár. Tudom, hogy nehéz pillanat ez az ön életében, mégis úgy gondolom, hogy most kell átgondolt döntés hoznia. Kérem, mondja el az igazat.
A rendező levele nagy port kavart a hétvégén. Jülik Ádámot akkor sikerült elérnie a Fehérvár televíziónak. Azt mondta, nem érti a rendező állításait, semmi köze nincs a szeúzó kincshez. Egy nyilatkozatot is kiadott, amiben olvasható. Dézsi úr többször jelentkezett művészettörténeti témával kapcsolatban nálam, ez való igaz. De mivel ez nem területem, és nem is értek hozzá, ezért nem fogadtam. Természetesen, ha bármilyen üvegszakmai kérdéssel fordult volna hozzám, vagy fordul hozzám a jövőben, szívesen leülök vele tárgyalni. Úgy érzem, hogy Dézsi úrban egy nagyfokú sértettség alakult ki emiatt, és emiatt hozott kellemetlen helyzetbe azzal, hogy rólam valótlant állított, nem gondolva arra, hogy ezzel akár veszélybe is sodorhatja családomat. Az ilyen légből kapott állítással válaszom, hogy én is állíthatom ilyen alapon, hogy Dézsi úr tudja, hol van elrejtve a frigyláda, sőt, birtokolja is azt. Ennek az információnak is annyi a valóságtartalma, mint amit Dézsi úr cikkében állít rólam. A páratlan értékű római kincset övező rejtély továbbra sem szűnik. A szeúzó ügy megoldása egyelőre várat magára. A véres ezüstökkel kapcsolatban az egyik biztos pont a mögöttem látható Borbély pince, hiszen az bizonyított, hogy ez a másodlagos előkerülési helyszín. Itt rejtette el megtalálásuk után a tárgyak egy részét Sümeg József, akit ugyancsak itt találtak felakasztva. Ma már azt is tudjuk, hogy halála nem öngyilkosság volt. Az, hogy kinél vagy kiknél vannak tárgyak, nem tudni. Mint ahogy az sem, hogy hol kerültek elő pontosan a kincsek. Annyi biztos, Szeúzó az egykori magasrangú római polgár hatalmas kincset hagyott ránk, és ugyanakkor a rejtélyt, ami annál titokzatosabb, minél többet tudunk, vagy vélünk tudni róla.